Csikostörtös mindennapjaira is nagy hatással van a koronavírus járvány okozta korlátozás. Főleg hétvégeken vehető ez észre, amikor a település boltjai zárva vannak. Felhívtuk a figyelmét mindenkinek arra, hogy tartsa be ezeket a kormány által előírt rendelkezéseket. Hordtunk ki szórólapot a lakosságnak, amiben felhívtuk a fiatalok figyelmét arra, hogy hogyan gondozzák, hogyan figyeljenek oda az időskorúakra és a gyerekeikre. Az óvodánkkal kapcsolatban és iskolával kapcsolatban ugye az oktatás intézménye az zárva van, távoktatásban dolgoznak a gyerekek. A faluban, akik segítik a közösségi munkát, azok hordják ki szerdánként, akinek nem interneten megy ki, azoknak szerdán viszik ki a feladatlapokat, és következő szerdán hozzák vissza. Kialakult már egy rendszer az étkeztetésre is, ami a higiéniai szempontok maximális figyelembevételével történik meg. Az önkormányzatunk a Csikostörtösi Német-Magyar Kulturális Egyesületnek a buszát ingyenesen vette használatba, illetve kapta használatba. Ezzel oldjuk meg a megnövekedett ételszállítást, amit egyszer használatos éthordokba hordunk ki az óvodásoknak, az iskolásoknak és az időskorúaknak. Ebben a munkában az óvodai dajkák segítenek nekünk, ők oldják meg. Egyéb segítségre volt jelentkező, de eddig nem kellett igénybe venni. Néhány személy volt, akinek gyógyszerbevásárlás és egyéb bevásárlásokra volt szüksége. Igény esetén ezt is meg tudjuk oldani, de alapjában véve normálisan tud üzemelni a településünk. A hivatali ügyintézés jelenleg elsősorban telefonon vagy online működik. A köztisztviselők otthoni munkában látják el feladataikat Csikostörtösön. Az önkormányzatunk is vírusüzemmódban üzemel. Ügyfélfogadásunk van szükség esetén. A lányok, hölgyek a hivatalban, ők is gyerekeket gondoznak, tehát úgy engedtük meg őket, hogy home office-ba dolgozik azon a napon, amikor neki kell a gyermekére vigyázni. A hivatalban az ügyfélfogadás az úgy történik, hogy amennyire lehet úgy telefonos, internetes elérésed, nagy szükség esetén bárkit tudunk fogadni a hivatalban is, megoldjuk a problémáinkat. Míg a Törtösi Hivatal csökkentett üzemmódban működik, addig Atala önkormányzata nagy beruházásra készül a közeljövőben. Április 20-án bekerült a Magyar Falu programba a játszótér felújítása, illetve kiépítése. Hát mi szeretnénk ebbe is bele futni, bele részt venni benne. Nagyon szeretnénk egy új játszóteret, hiszen a régiek azok régi rönkfa játszótéri játékokból álltak, és ezek tönkre mentek, úgyhogy ezeket az ősz folyamán a nagy részét összeszedettük, hiszen életveszélyesek voltak. Ezért szeretnénk a gyerekeknek egy olyan játszóteret, ami biztonságos a számukra, és ahol minőségi időt tudnak eltölteni. Nehezen szokták meg az állampolgárok a korlátozásokat, de nem volt kihágás Atalában, mondta el kérdésünkre válaszolva Orosváriné Bocz Tünde, a település vezetője. Igazából problémák nem merültek fel, az időseknek az ellátása az folyamatos, tehát a bevásárlást és a gyógyszer kiváltást azt folyamatosan biztosítjuk, papíralapú, illetve internet alapú felhívásokkal tájékoztatjuk a lakosságot, akár arról, hogy milyen formában tudnak bennünket elérni, és természetesen jogszabályi változásokról is tudnak. Igazából a boltok is együttműködőek voltak velünk, mert mindjárt felajánlották, hogy nagyon szívesen összekészítenek élelmiszercsomagokat, és utána pedig mi elhordjuk, illetve kivisszük a lakosok számára. A falu oktatási nevelési intézményei a kormány döntése alapján itt is bezártak. Az óvodában ügyeleti rendszer működik, jelenleg egy gyermekre felügyelnek az óvónők, tehát nagyrészt a szülők meg tudják oldani a kicsik otthoni ellátását. Az iskolában egy gyermek részéről érkezett olyan kérés, hogy valamilyen formában tudjunk biztosítani egy számítógépet ahhoz, hogy ő interneten tudja tartani a kapcsolatot a tanárokkal, illetve el tudja látni a napi feladatát. Így az önkormányzat összeállított neki egy kis számítógép csomagot, használt számítógép ugyan, de használható arra a célra, amire
neki kell. Ezt meg is kapta, és azóta teljesen jól működik most már a tanulás ezen keresztül. Az emberek összefogása Atalában is megmutatkozik, többen vállaltak szájmaszkvarrást is, de a bevásárlásban is segítenek egymásnak a lakók. Településünkön 7-8 hölgyemény vállalta azt, hogy készíti a falu lakói számára a mosható kétrétegű szájmaszkokat. Több mint 800 darab készült el, és ezeket húsvét előtt a most már hagyományos húsvéti kalács mellé ki is osztottuk a lakóknak, úgyhogy mindenki kapott a szájmaszkokból is. A gyógyszertárunk az a körülbelül a március közepe harmadik hete táján bezárt, ugye időlegesen, és így a gyógyszer kiváltás és a gyógyszernek az elérhetése az idősebbek számára nehézkes lett, ezért a falu gondnokunk minden nap, akár hogyha a telefonos hívás érkezik, akkor természetesen bárki számára elhoz a Dombóváról a megfelelő gyógyszereket. Atala település nagy részben mezőgazdasági tevékenységből tartja el magát, illetve a lakosai. Nagyon nagy földterületen gazdálkodnak, nagyon sok traktor van a faluban, úgyhogy ezen keresztül van a megélhetésük. A falu szépítése és a karbantartása az pedig a hat közfoglalkoztatottnak a feladata, amit azt gondolom, hogyha erre eljön bárki, akkor azt láthatja. Úgyhogy maximálisan meg vagyunk velük elégedve, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy egy gondozott és szép ápolt környezetben lehessenek a falu lakói. Atala vezetője kiemelte még a közmunkaprogramban résztvevők szorgalmas munkáját. Nekik köszönhetően a buszmegállókat naponta kétszer is feltöltlenítik, hogy a tömegközlekedést választók biztonságban legyenek. A veszélyhelyzet kihirdetése után a közfoglalkoztatottak minden nap napi kétszer feltöltlenítik a buszmegállót, úgyhogy ezzel is próbálunk egy kicsit gondoskodni azoknak az egészségéről, akik tömegközlekedést választják, a buszközlekedéssel jutnak el egyik pontból a másikba. A veszélyhelyzettel kapcsolatban egyik településen sem kellett helyi rendeletet módosítani, vagy új szabályokat hozni. A kormány által hozott rendelkezéseket a lakosok betartják mindenhol, kihágásról vagy szabálysértésről egyik polgármester sem számolt be.